Zlatibor Lončár egészségügyi miniszter nemrégiben jelentette be, hogy a jövő évtől néhány innovatív gyógyszer is elérhető lesz Szerbiában. Most Vickó Ferenccel, az egészségügyi minisztérium államtitkárával beszélgetek ezekről az innovatív gyógyszerekről. Államtitkár úr, először is kezdjük azzal, hogy mik azok az innovatív gyógyszerek, mitől innovatív egy gyógyszer? Hát valójában ezek olyan gyógyszerek, amelyek jelentős újszerű fejlesztési hátterükkel új terápiás lehetőségeket jelentenek a betegnek, egyidejűleg leghatékonyabb és legújabb megoldásokat visznek magukkal. A hatékony gyógyulás persze ez mindenki részéről komoly hozzájárulást igényel, úgy a betegről, úgy az orvostól, a gyógyítótól, úgy a gyógyszertároktól és az állami döntéshozók részéről is. Az innovatív gyógyszerek azok esélyt jelentenek a betegnek, hogy egészséges, hosszú életet éljenek. Az utóbbi 5 évben nem voltak ilyen innovatív gyógyszerek, pontosabban nem kerültek fel a úgynevezett pozitív listára. Miért? Hát igen, ez valóban úgy áll, az utóbbi 5 évben egyetlen egy gyógyszer se került erre a támogatott listára, ezt mindannyian tudjuk, viszont most már megkezdődött a 23 új orvosság bevezetése a támogatott listára. A 11 gyógyszergyártóval megkötött szerződések alapján 18 innovatív gyógyszer kerül a listára, ezen felül pedig még 5 a gyermekgyógyítás terén. És akkor körülbelül talán el is mondanám, hogy ezek a szerződések alapján 4 orvosságcsoportra osztanak ezek az orvosságok, tehát a gyermekgyógyászatba. Ide mondanám a pulmonális hipertóniát, a lassú növésnek a kiküszöbölésére szolgáló orvosságokat, a transzplantációval kapcsolatos orvosságok, ide is 4, a hematológia és a rákgyógyításban. Tehát ide tartoznak az orvosságok, amelyek a Hodgkin linfóma, a mielofibrózis, trombocitopénia gyógyítására szolgálnak, továbbá melanóma, a májrák, a petefékszek és a prostatarák gyógykezelésére előírt orvosságok. Össze-vissza 23 orvosság 996,5 millió dinárba kerül. Tehát, hogy még egyszer talán aláhúznám, az innovatív orvosságok azok valójában új aktív anyagokat tartalmaznak, és még eddig nem voltak használatban, vagy olyan aktív anyagoknak a kombináció, ami eddig nem volt olyan formában még használva. Nekünk probléma, vagy amit én problémának látok, az, hogy a szerbiai befogadási gyakorlat alapján persze sok beteg részére akár több éves lemaradása állnak rendelkezésre a legújabb terápiák az európai országokhoz képest, és ezt már láttuk, ezt nyugodtan mondhatjuk, ha nem volt 5 éve egyetlen új innovatív gyógyszer, akkor nem mondhatunk nagyokat, hogyha azt mondjuk, hogy 8-10 évre is várunk, mire egy gyógyszer elérhetővé válik egy szerbiai betegnek a részére. Valójában minden ország értékeli a gyógyszereket, mielőtt bekerülnek ebbe a támogatási körbe. Sajnos a fókusz azon van, hogy mennyibe fog kerülni az országnak az a gyógyszer, mennyibe fog kerülni az államnak, és főleg ez határozza meg a beteg új terápiával történő kezelését, ennek az esélyét, a klinikai érték, a gyógyítási hatékonyság és a társadalmi kihatás azonban másodlagos, mert a más területeken megtakarító hatás az nem része a befogadási javaslat indoklásának. Tehát mennyibe kerül egy beteg kezelése, vagy mondjuk havi lebontásban ilyen innovatív gyógyszerrel, és ez hogy térülhet meg? Hát itt van valójában az a buktató, amin én elmondanám, hogy a megtérülés, a megtakarító hatás az úgy keletkezik, hogy valójában nem a gyógyszerkasszában jelentkezik, hanem más területeken. Ilyen a szociális biztosítás, például a munkaképtelenség finanszírozásában, a családi terhek csökkentésében, a gyógyulási időrövidülésében, kevesebb mellékhatásában, és ezeknek a mellékhatásoknak a kezelésre fordított pénzösszegek mérsékelésében, és persze a jobb életminőség biztosításában, amit már 100 000-szor mondtuk, hogy nekünk nagyon jelentős az, hogy nem az a legfontosabb, hogy mennyit fogunk élni, hanem nagyon fontos az is, hogy hogyan fogunk élni. Tehát, hogyha a beteg oda van kötve a kórházhoz, vagy az ágyához, vagy infúziós rendszerhez, akkor mindegy, hogy 5 évet él, ugye, de hát inkább éljen valamivel rövidebbet is, de sokkal minőségesebb teljes kapacitásban. És
Ugye 5 éve nem került fel semmi a Szerbiában a támogatott listára, most viszont 23 gyógyszer rákerül. Ezek a gyógyszerek, ezek a legújabb innovatív gyógyszerek, vagy ez az 5 éves lemaradás itt is látszik, tehát mondjuk ami 5 éve elérhető volt Európa más országaiban, itt most lesz elérhető, vagy az érhető el itt is, ami most elérhető mondjuk Németországban? Hát igen, ezzel nagyjából válaszolt is a kérdésre. Tehát valójában nekünk hiányunk van mindenhol, és akkor azt is néztük, hogy olyan orvosságokat próbáljunk a támogatási listára tenni, amely azokon a területeken, ahol egyáltalán nem volt orvosságunk az utóbbi 10 évben. Tehát sajnos nekünk nagyon sok orvosságra lenne szükség, pénz meg ebben a pillanatban nem volt épp mindenre, és akkor ott, ahol már voltak valamilyen orvosságaink, akkor persze megpróbáltunk olyan területre bevezetni, mint a melanomon nem volt már egy se utó visszamenőleg több 10 évre, és akkor ezeket is próbáltuk szempontba, vagyis fókuszba emelni. Viszont azt, amit talán még egyszer kiemelnék, az valójában ez a folyamat, a gyógyszer befogadási folyamatának az átalakítása, tehát egy olyan olyasmire lenne szükségünk, ahol világosak lennének a határidők, a felelősségek, és hogy ne legyen lehetőség a döntések évekig történő elhúzására, mert valójában ez jelentkezett szerintem az utóbbi években, hogy és nem volt senkinek semmilyen, nem volt a törvényben egy olyan, a döntéshozók ellen egy olyan valami, hogyha nem időben hozták meg a döntést, akkor valójában nem történt semmi, és akkor ez így húzódott évről évre. Ne legyünk nagyra vágyúak, vagy jövőbe látóak, 5 évig nem volt semmi, most lesz 23, de mikor várható még több? Hát ez állandó folyamattá kellene, hogy alakuljon, tehát ebben a pillanatban az év végig ennyi pénzt tudtunk kiszorítani az innovatív gyógyszerek bevezetésére, de további ígéretek, tehát minden évben most folyamatosan fognak menni, remélhetőleg. Tehát ezek a támogatási folyamatot valahogy megpróbáljuk azért transzparensebb is tenni, határidők közé tenni, és minden esetre a költséghatékonyságot és a társadalmi kihadásokat is figyelembe venni, függetlenül, hogy persze az nem az egészségügyi pénzkasszába térül meg abban a pillanatban. Köszönöm szépen. Szívesen.